tudják jönni? Óriási fennakadást okozott. A felújítási munkálatok során egyébként is dugós Széll Kálmán téren hétfőn este talált robbanó szerkezet. A területet lezárták, és a Széll Kálmán téren jelenleg a metró sem áll meg. Bejelentés érkezett a Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére, hogy a Széll Kálmán tér felújítási munkálatai közben ismét egy robbanótest került elő. A helyszínre kiérkezett katonai tűzszerészek egyelőre egy 15 cm átmérőjű tüzérségi lövedéket lát, ez körülbelüli érték, természetesen pontosan akkor fogjuk tudni megmondani, milyen robbanótestről van szó, amikor kiemelik a földből, mert hogy pillanatnyilag a gránát félig a földben található. Akkor fognak hozzányúlni, amikor az érintett terület zárása, illetve ürítése már megtörtént. Ez 300 méteres sugarú körben jelenti 12 lakótömbnek az ürítését, természetesen a üzlethelységek ürítését, érinteni fogja a BKK járatait, illetve a Széll Kálmán téren megálló metró forgalmát. Körülbelül mi az az időpont, amire sikerül hatástalanítani, illetve elszállítani a robbanótestet? A tűzszerészek akkor kezdenek el dolgozni, amikor az érintett terület zárása, illetve ürítése megtörtént. Ez pillanatnyilag még folyamatban van. Ez eltarthat még fél órát, de egy órát is akár. Utána kezdenek el dolgozni, mint mondtam. Az, hogy ők mennyi ideig hatástalanítik, emelik ki magát a robbanótestet a gödörből, az attól is függ, hogy maga a test milyen állapotban van. Körülbelül egy fél órát mondanék rá, ez a tapasztalat.